A meteorológusok előrejelzései szerint meleg idő várható a hétvégén, amire meg kikapcsolódást nyújt mindenki számára egy környékbeli kiránduláshoz vagy túrázáshoz. A jó idő megérkezése a kisgyermekes családok számára is kedvező, hiszen napsütéses időben látogathatnak meg számos játszóteret vagy vadasparkot. Végre, hogy itt a tavasz és jó idő van, mindenképpen kirándulás lesz családdal, gyerekes programok, játszóterezés, ilyesmi. A családi összejövetelek szervezésére is remek lehetőség, hiszen kellemes melegben alkalom nyílik grillezésre, bográcsozásra vagy egy kis sportolásra. Unokaöcsénket várjuk, és akkor most elmegyünk Sötétvölgybe, meg felmegyünk ide Szekszárdra az új kilátóba, meg bográcsozunk, születésnapot tartunk. Azonban nem mindenki tervez szabadidős kikapcsolódást a hétvégére, ugyanis a háztartás körüli teendőket is muszáj elvégezni. Szombaton munkanap lesz, dolgozok 2-3 óra, mire hazaérek, hát a szokásos hétvégi teendők, vasárnap az egy szűk nap. A friss tavaszi levegő mindenki számára vonzó, ezért sokan felkeresik a környéken található népszerű kilándulóhelyeket, mint például Sötétvölgyet, Szálkát vagy a Bati kereszt kilátót. Tervezzük a barátokkal, hogy elmegyünk kirándulni, hogyha ilyen jó idő lesz hétvégén is. Egyelőre a Sötétvölgyön gondolkoztunk, de majd még kiderül. A szekszárdi dombság bővelkedik látnivalókban, így egy túrázás után az egyik szekszárdi pincészetbe is betérhet az ember, ahol kiváló helyi borokat kóstolhat.